Sziasztok, újra jelentkezzünk, de most már a helyszínről. Az Atletika TV és az Eurosport podcastje megérkezett a Nemzeti Stadionhoz. Holnap kezdődik a világbajnokság. És azt követően, hogy beszéltünk már ügyességi számokról, beszéltünk dobószámokról, közép-hosszú távfutásról, itt az idő, hogy a rövidebb, pörgősebb versenyszámok irányába menjünk. Sprintekről fogunk most beszélni itt a helyszínen. Készülődünk már nagyon, hogy holnaptól kezdve közvetítsük az atlétikai világbajnokságot. És hát akkor utoljára maradnak a sprint számok, férfi 100 méter. Hát utoljára maradnak, ahova valók. Fontossági sorrendben haladtunk, kezdtük az ügyességével, utána hosszú táv, és szóval sprint számok. Nőkkel szoktuk kezdeni, ugye? Vagy csak azért mondtam, hogy férfit mondtál. Hát ugye történelmet írhat Shelly-Ann Fraser-Pryce, akinek 5 aranyérme van, ami már önmagában csúcs egyébként ebben a versenyszámban. Az a kérdés, hogy lesz a 6. És ez a kérdés leginkább azon múlik, hogy az elmúlt 1-2 hete hogy alakult. Mert ugye a sérülés miatt nagyon sok versenyt kihagyott, megcsúszott a felkészülése, viszont láttuk már 2-szer futni, és azok a futások nem voltak rosszak. Tehát egész közel van a világelithez, újra Shelly-Ann Fraser-Pryce, aki minden idők egyik legeredményesebb százasa, és megpróbálja megvédeni a címét. Hát azért Shelly-Ann Fraser-Pryce olyan mágnese az atlétikának, hogy ugye több mint 100 000 ilyen néztek meg egy olyan videót, amit tőlünk loptak el az atlétikától, azért tudjuk, mire kell büszkének lennünk. Nem mondom, hogy a legbiztosabb megélhetés, hogyha tőled loptak, de azért ez sokat számít azért. Tényleg, hogy ugye... Kivágtuk a... Hol futott Madridban? Madridi futását, te kommentálásoddal világszerte azért. Nem tudom, hogy mondjuk... A 15 perc. Nem éreztem a hatását egyébként. Várd, még nem gyűrűzött be. A szürke hétköznapokban. Amikor ránéztem, amikor észrevettük, hogy ezt pár csatorna ellopta tőlünk, akkor az egyiken már több mint 100 000. Nem rossz. Megtekintés volt, és a miénket is megnézték szépen. Szóval Shelly-Ann Fraser-Pryce azért elég fontos tényezője ennek az atlétikának, és ugye a 6. világbajnok Szergé Bukkának összejött, meg Fajdepnek is összejöhet, azért ez nem lenne akármi. Te ki mered jelenteni, hogy ő a favorit? Nem, abszolút nem, mert ilyen szituációban, amikor azért kérdések vannak, teljesen más a felkészülés, mint amihez hozzászokott, nyilatkozta is, hogy ő se igazán tudja, hogy mit várjon a eredmény szinten magától, az biztos, hogy ő az a típusú versenyző, aki azt, amire aznap képes, azt le fogja tenni az asztalra. Tehát biztos, hogy jó futás lesz, biztos, hogy fog szerintem futni 10-80 alatt. Az a kérdés, hogy a többieket mennyire nyomja majd a tét. Ugye egyértelműen ott van Sherika Jackson, aki 100-200-on kiváló, inkább a 200 talán a főszáma, de most 100-on ugye az ő 10-65-ös eredménye a leggyorsabb ebben a szezonban. És azzal, hogy tavaly 200 méteren már sikerült világbajnoki címet nyerni, én azt hiszem, hogy azt a mentális blokkot talán feloldotta, hogy sosem jött össze, ezt értsék úgy, hogy érmeket azért gyűjtött szép számmal, de most már világbajnok, és lehet, hogy így azért más attitűddel és más mentális biztonsággal fog odaállni. Illetve hát a nagy kérdés Shakari Richardson, aki hogy fogalmazok, üde színfaj. Igaz, hogy egy komoly figura. Komoly figura, úgyhogy ott mindenképpen... Szerintem üdejelzővel ő hányszor szerepelt egy mondatban? De az biztos, hogy egy nagyon-nagyon komoly karakter, és őt pedig azért érdemes nézni, meg hát azért, mert villámgyors az amerikai 10-71-es időeredményen érkezik. És az a kérdés még, hogy Julian Alfred, akit egyébként itt láthattunk a Gyulai Memoriálon is, milyen formát fog mutatni. Meglehetősen hosszú szezonja van annak köszönhetően, hogy ugye egyetemi atléta január óta jó formában. Hogy több mint 40 versenye van, azt hallottam a lábában, azért ez nagyon durva. És kérdés, hogy ennek van-e nyoma, persze fiatal szervezet és a többi, de majd kiderül, hogy lesz ez. Talu? És hát igen, és igen, ott van Talu, aki 34 éves, hogyha jól emlékszem, és valami félelmetes kiegyensúlyozottság jellemzi a karrierjét, viszont nyerni még nem sikerült nagy versenyt, ő is egyértelműen ott lesz majd a dobogó közelben. És lehet, hogy azzal, hogy Shelly-Ann Fraser-Pryce formája kétséges, egy nagyon-nagyon szoros döntőt látunk majd. Úgyhogy szerintem izgalomban nem lesz hiány. Ziti, szerinted? Én is Shelly-Ann Fraser-Pryce-ra tippelnék. Én úgy annyira... Vagy én őt szeretném látni. Két, tehát egyrészt szeretném látni Fraser-Pryce-t,
azért az, amikor Berlinben voltunk 2009-ben, azt a rajtot én soha nem felejtem el. Ugye kicsit az már szerintem megkopott, de az nekem a... Geri mesélte tegnap a hosszú távfutós podcastban, hogy neki az volt ott a nagy élmény, ugye, hogy a hosszú távfutók hogy futnak, nekem az a rajt, az valamilyen szinten éget bele, hogy ő ott tényleg milyen első 10-20-30 métert produkált, hogy az fantasztikus élmény, de én Talunak is nagyon drukkolok. Igen. Hát ugye itt azért Talu 34 évesen valószínűleg fut ki a legjobb éveiből, tehát ezek az úgymond az kicsit olyan érzés van az embernek, mint az utolsó lehetőségek. Majd meglátjuk, de egy nagyon izgalmas és nagyon szoros 100 méter lesz. Tényleg szerintem nem lehet kijelenteni favoritot. Uh-huh. Férfiak? Magyar induló. Hát tudom, hogy nem érjük. De hát azért fölszólok csak úgy tényleg. Hát Takács Boglárka, aki ugye országos csúcsokat futott az utóbbi időben érkezik. Bogi jó formában van, és hát bízunk benne, hogy ez a jó forma, ez majd látszódni fog a pályán. Ugye az első futás az vasárnap lesz Boginak. Egyébként beszéltem a bátyámmal, aki az edzője, és most jönnek éppen ki, hogy lehet, hogy mindjárt találkozunk is Bogival, mert egy kicsit versenyhangulatba akarja tenni magát, most pihenő napja van egyébként, és eljön ide sétálni, megnézi a bemelegítő pályát, kis információgyűjtés, hogy mi hol van, mennyi időt kell rászánni, és a többi. Én azt hiszem, hogy egy jó futás benne van, Bogi nagyon jó versenyző nagy versenyeken, és szerintem akár még az országos csúcs is benne lehet, ha fekszik neki a pálya. Na, akkor most ugorjunk szerintem a fiúkra. Jó. Hát érdekes lesz ez a férfi 100 méter, mert szerintem végülis jóformán ugyanazt lehet elmondani, mint a nőinél, hogy top favorit nincs. Ott van a címvédő, Fred Curley, aki azért elég kiegyensúlyozott formát mutat. 2003 óta, amikor ugye Kim Collins nyerte azt az őrületes párizsi döntőt, ami egyébként nem is hozott egy jó eredményt, mert pontosan ugyanez volt a szituáció, jóformán mindenki megnyerhette volna ott a 8 közül, és éppen ez mindenki ráfeszült a lehetőségre. Ha jól emlékszem, 10-08-an nyertek, ami már 7. akkor 10-07. Azt hiszem, és lehet, hogy neked van igazad, aztán. Valami ilyesmi idővel, de lényeg az, hogy azért manapság 10 másodpercen kívül szerintem érmet sem nagyon fognak osztani, sőt, lehet, hogy soha többet, vagy nem tudom, mi kell ahhoz. De egy hasonló döntő elképzelhető, hogy jó formán 4-5-6 ember azt gondolhatja majd a döntőben, hogy nekem itt egy jó futással kijött az aranyérem. Fred Curley tavaly megcsinálta, olimpiai címvédő Marcel Jacobs, hát a te elmondásod alapján nincs igazán... Azt akartam felhozni, ugye én tegnap volt szerencsém a Puma sajtótájékoztatónál, én már bele akartam fűzni, mert ugye Sherika Jackson is ott volt, Jillian Alfred is ott volt, és Marcel Jacobs is ott volt. Jacobsra nehogy fogadjanak. Tehát az... Hát figyelj! Ahhoz képest, ahogy az olimpiát nyerte, én nem tudom, hogy hány kiló mínusz vagy. Tehát, hogy egy ilyen szinte középtávfutó alkattal jelent meg. Utána jöttek a jamaikaiak, és ott ugye a gátfutók voltak a nagy szenzációk, és hát válszélességben én nem tudom, hogy mennyire nyomták le Jacobsot, de nem tudom. Tehát ugye, amikor megjelent az olimpián, ott azért látszott. Jó, de a tévé azért az, hát nem karcsúsít, tegyük hozzá. Lehet, hogyha látnád tévében... Nem egyébként. De hogy mindenki sokkal vastagabb a kamerán keresztül. Tehát lehet, hogy ott nem lenne akkora kontraszt. Nem tudom, nekem nagyon... Tehát tényleg azt mondom, hogy hát egy sprinteren azért az izom mennyiség, meg minden, tehát... Az így van? Én... Változik egyébként, ahogy mondjuk a... Meg egyéni is szerintem. Egyéni is egyébként, igen, mert ha mondjuk megnézed a Omanyalát, azért egy sokkal muszkulárisabb, igen, Kim Collins egy vékony versenyző volt, tényleg azért genetika függő. De olyat nem láttál még, nem? Hogy valaki mondjuk egyszer volt egy muszkulárisabb típus, és akkor utána az, vékonyabb lett és jobban. Az nem jellemző. Az nem jellemző. Tehát azt mondom, hogy ha most én akkor láttam volna először, és azt mondják, hogy ő mondjuk egy 400-as, 800-as, még talán azt is elhiszem. Lehet, hogy a nevezési listát meg kell még egyszer néznünk, nem? Időközben átnyargolt. Az imént beszéltünk ugye Omanyaláról, ő egy érdekes nem válaszoltál. Érdekes versenyző lehet, mert
9.84-el érkezik, egyrészt ez egy erős idő idén egyértelműen, másrészt kétszer futott 9.90 alatt, az is jelzésértékű. És Akeni Simbine lehet az, aki volt már negyedik, volt már ötödik, érem még nem jött össze. Érdekesség, hogy nem volt még soha afrikai érem, még férfi 100 méteren, pedig azért... Kettő is. És most lehet kettő is, és lehet akár aranyérem is bőven. Ami pedig Európát illeti, hát Európát ugye azért származás tekintetében igazság szerint a karibi térségről származik Zárnán Hughes, de brit színekben fut. Ő ugye Glenn Mills tanítvány, annál az edzőnél dolgozik már nagyon-nagyon régóta, aki kinevelte például Usain Boltot és Johan Blake-et, úgyhogy nagyon többet nem kell mondani az ő munkásságáról. És egy 9.83-at futott, megdöntötte ugye a brit csúcsot, nem másért, mint Linford Christie-t, megdöntötte 200-on. Nagyon-nagyon jó formában van, és hogyha a forma élezést nézzük, és jól sikerül, akkor én is szerintem rátenném a voksomat. Mondjuk arról ugye az azt kell tudni, hogy két döntőben ugrott ki eddig életében. Igen, és az egyik egy olimpiai döntő. Egyik egy olimpia volt, másik pedig egy nemzetközösségi játékok, ami neki azért szintén nagyon fontos. Úgyhogy ez azért mondjuk nem feltétlen az esélyességét növeli, vagy ilyesmi. Bár azt olvastam, hogy azért ugrott ki az olimpiai döntőbe, ez nem tudom, hogy mennyire, mert hogy a vigyáz pozícióban elkezdett görcsölni a lába. De azért két fontos versenyen ezt megcsinálni, azért nehéz elképzelni, hogy mind a kétszer görcsölt a lába, tehát ez, de és hogyha görcsölt a lába, az pedig lehet idegi kérdéskör. Hát igen, Alcaraz. Így van, és mindentől kezdve pedig akkor egyértelműen van egy olyan mentális probléma, amit vagy megoldott, vagy nem. És azért általában ez a mentális probléma nem akkor szokott enyhülni, amikor odasorod magad a favoritok közé, mert a korábban említett döntőknél nem ő volt. Igen. Most sem mondom, hogy ő a favorit, de mindenképpen esélyes arra, hogy hát azért az a futás, az iszonyatosan meggyőző volt nekem. Igen. Az a 10-73 lett, vagy nem tudom, vége, vagy 70 valamennyi. De az egy nagyon meggyőző futás volt Hughes-tól. Magyar induló? Mondod, Ziti? Vagy nem, Geri mondja. Geri mondja. Neki föl van írva talán. Nem. Magyar akkor induló. Majd rákeresek. Nekem megvan. Másodpercig oda kell. Nekem itt van. Boros Bence. Boros Bence indul. Ugye ez az a téma, amit egyszer már ugye akár a női hármasugrásnál az Ziti révén is emlegettünk. Ugye most Gerinek egy nehéz téma, hogy ugye ő 10-40-es egyéni csúccsal. De ugye az a nehéz téma, és ezt kell emészteni sok magyar atlétának, hogy indulnak olyanok itt a világbajnokságon, akiknél azért futottak már magyarok jó sokan vagy jobbat. Neki szerencséje volt ilyen szempontból Bencének, hogy pont Magyarországon rendezik a világbajnokságot, és ugye még azt sem mondom, hogy egyébként ugye, ha az egyéni csúcsát megfutja, hogy az egyéni a környékét, ott nagyon ki fog lógni, vagy valami. Annyiban mindenképpen javítanálak, hogy nekem ez nem nehéz téma. Tehát hogy szerintem ez így jött ki ez a lépés, egy olyan korba született, amikor itthon van egy atlétikai világbajnokság. Biztos, hogy szerencsések, de azok is szerencsések egyébként, akik mondjuk egy Halász Bence is szerencsés, igen, aki éremér megy. Nem, ő máshogy gondolta. Nem azt mondta, hogy szerint neked, de nem. Tudjuk, hogy mind a ketten, hogy mind a hármat tudjuk, hogy vannak olyanok, akik ezt nem ilyen pozitívan élik meg, ahogy ti ketten. Aha. Hanem, hogy vannak olyanok, akik, hogy hú, hát basszus, én ennél sokkal jobban tudtam. És mégsem voltam ott, mert akkor nem vittem ki, tehát hogy ez a taj, talán és a haj, és igen. Igen, de... Hát, erre próbáltam célozni, nem arra, volt... személy szerint, mert azt mind a kettőkkel beszélgettem már erről, tehát tudom, hogy ti ezt normálisan élitek meg, de azt is tudom, hogy vannak, akiknek ez nem sikerül így feldolgozni. Erre céloztam. Hát én megmondom őszintén, szerintem ezt úgy kell felfogni mindenkinek, hogy örülni kell, hogy van egy ilyen lehetőség a magyar atlétikának, és van egy ilyen lehetőség a magyar atlétáknak. Mert figyelj, ha 10-40-nel, ha 10-50-nel érkezik meg, akkor is valószínűleg kaptak a magyar atléták egy jóban nagyobb lehetőséget a felkészülésre. Az, hogy magyar közönségre, bízunk benne, hogy nagy közönség lesz, futhatnak majd, az is egy életre szóló élmény lesz. Tehát itt azért ezeknek a srácoknak, lányoknak, versenyzőknek, én azt hiszem, hogy ez lesz az egyik olyan emlék, amire az utolsó pillanatig vissza fognak el. Abszolút. Így van. Abszolút. Meg ezt beszéltük is, hogy effektíve azt is valahol el kell fogadni, vagy inkább azt kéne valahogy elfogadtatni, hogy nem mindenkinek az a célja, hogy
nyilván, de aztán ha belátja, az még a jobbik eset, hogy első háromba legyen, vagy tehát hogy döntőt fusson, ugorjon, dobjon, tehát hogy ott igenis van a mezőny, és valakinek az is dicsőség, hogyha a mezőnybe tartozhat. Igen. És az, hogy kiút, az mindenképpen. Na, haladjunk, mert föl fog forni a gépünk. Nekem lemerül. Hozzányúltam itt a laptopomhoz. Csúlyán, nem tudom, hogy meddig bírja. Női 200 méter. Női 200 méteren ugye ott van Shericka Jackson, aki 21.45-öt futott tavaly, ami egy világbajnoki csúcs. Ő lesz a címvédő. Minden idők második leggyorsabb 200-as futója most már. És azt hiszem, hogy közte és Gabby Thomas között fog eldőlni majd ez az aranyérem. De hát ez is egy tipp, sprint számról van szó. Nem tudhatjuk az utolsó pár napok felkészülését, de papíron ez elég egyértelműnek tűnik. Gabby Thomas mindig is óriási tehetségnek kiáltották ki. Volt egy-két ilyen üresebb éve, de most úgy tűnik, hogy az amerikai válogató mutatott teljesítménye óta azért ez eléggé rendben van. 21.60-nal érkezik. Shericka Jacksonnak 21.71-je van, tehát hasonló eredményt képviselnek. Mind a ketten egyébként minimális szembeszélbe futották, ez érdekesség. És hát itt is felmerül mondjuk Julian Alfred neve, de én azt hiszem, hogy itt lesz egy meccs az aranyér, és a többiek pedig talán inkább a többi helyért küzdenek. Valaki egyébként, akit azért szerintem mind a két élőadás varázsa mondta, azt hiszem, ekkor egyszer jó előtt a zenebutikba ilyenkor. Igen, szerintem ez lesz a bevonuló zene majd, vagy igen, valamilyen igen, ilyen éremátadós történet. Szóval a Dinásher Smith-t nem említettük se 100-on, se 200-on, és azért szerintem nem lennék azért olyan nagyon meglepődve, hogy valamelyik számban megcsit legyél már. Hát főleg 100 méteren, hogyha belegondolsz, ugye futott egy 10.85-öt nem is olyan régen, és addig egyértelműen nem lehetett azt érezni, hogy ő erőt fog képviselni, de az abszolút mértékben egyetértek veled, ott van esély. Én egy említést azért mindenképpen tennék az ő esetében is, és akár egyébként mondom, a világcsúcsa is akár. Azért az nem akármi lenne. Hát az nem. Hát nincsen nálam, hogy már nagyon messze tőle. Igen. Tehát, hogy azért egyértelmű, ahogy Usain Bolt is azt mondja, hogy szerintem a 200-as világcsúcs egy öngép, mint a 100-as, szerintem Flojo rekordjai közül is a 200-as, az gyengébb a maga dimenziójában. De ilyen, kicsit gyengébb. Gyengébb. Szóval elő fogja szerintem megdönteni. Én erre tudom. Ugye 200 méteren is indul Takács Bogi. Jó formában van, igazság szerint ennyit kell tudni, azért az ő esetében a 100 méter az egyértelműen az erősebb, az ő esetében azt kell elmondani, hogy a 100 méterre koncentrálnak jobban, tehát sebességből futja le a 200 métert, nem készülnek specifikusan a 200-as sprintre. Ettől függetlenül azért egy nagyon-nagyon szép időeredmény birtokosa. Én azt gondolom, hogy mind a két versenyszámban, ha jól jön ki a lépés, akkor akár egy kört mehet Bogi. És azért az egy nagyon szép eredmény. És azért el kell mondani azt is, hogy két magyar van 200 méteren, amit én azt gondolom, hogy le a kalappal a szövetség előtt, az egy sportdiplomáciai bravúrnak tudom be, hogy Csúlyán Alexandra is ott van. Ugye elvileg ugye az a szabály, hogy szabad kártyával csak akkor lehet nevezni valakit, hogyha nincsen olyan, aki kvalifikált. De Alexa befért, és ez azt jelenti egyébként, hogy női 200-on egyetlen egy világbajnoki indulónk volt eddig mindösszesen, 91-ben Kozári Ágnes, és most van kettő. És ez jól jelzi egyébként a sprintet, a magyar női sprintnek az fejlődését szerintem. Remélem, hogy jó a mikrofonunk, ez most egymást nem nagyon halljuk. Laci úgyhogy megmutatja, aki segít nekünk, hogy honnan jön a hang, ugye a Medál Plázából. Új! Még egy-két himnusz kéne. De ezek a podcastek, ezek így szoktak. Mindenki vigyázva állna, nem? Igen. Hát most nem fogunk. Na. Férfi 200? Férfi 200 szerintem. Nem? Férfi 200 méter? Hát azt gondolom, ha már itt pedzegetted a világcsúcs kérdéskört, talán vagyunk annyira szerencsések, hogy egész közel fog ez a világcsúcshoz futni Noah Lyles, aki egyébként azt mondja, hogy ezt a világcsúcsot ő úgy érzi, hogy egyszer meg fogja dönteni. Értelemszerűen azért beszélünk egy 19,19-ről, ami tehát tényleg űridő, és ehhez mindennek klappolnia kell. Ez kell egy nagy verseny, az adott,
kell egy gyors pálya az adott, kell egy nagyon jó forma, és kell egy olyan időjárás is, ami rendben van, és tényleg Noah Lyles-nak pedig egy olyan mentális állapot, hogy ezt kihozza magából. Brutálisan jót futott tavaly Eugene-be a döntőben. Tehát azért ő mutatta, hogy akkor, amikor az ő hátán volt a céltábla, akkor is tud óriásit futni, és itt is meg lesz futtatva egyébként, mert Lecile Debogo elkezdett nagyon komoly formát mutatni, 19.50-nel egyszer már majdnem elkapta egyébként. És ugye ott nem csak az volt az érdekes, hogy ilyen közel ért célba Lyles-hoz, hanem az, hogy jött rá a végén, amit viszont én még életemben nem láttam, hogy valaki Lyles-ot szorongassa az utolsó méterekre. Így van, és ezért lesz igazán érdekes, tehát az utolsó méterig nem lehet biztos majd a győzelmében Noah Lyles, ezért mondtam azt itt az elején, hogy jó verseny lesz, mert egyértelműen garantálja Debogo a nagy versenyt. Azt hittük egyébként, amikor beleszaladtunk ebbe az egész évbe, és szerintem visszaigazolsz, mert hogy te is azt gondoltad, hogy talán Arion Knighton lesz az, aki az igazi nagy konkurenciát fogja biztosítani Noah Lyles-nak, de egyelőre inkább Debogo az. Ja. Megjöttünk. Nem csak rommáizzadunk, most már hallani sem lehet minket. Azt nem tudom egyébként, mert ezek a mikrofonok ezek úgy vannak megcsinálva, hogy, ne, hogy ezek ilyen... Bízunk a technikában? Bízunk. Aztán hát majd meglátjuk. Lehet, hogy majd egy... Lehet, hogy ez egy két etapos lesz, nem? Nem tudom, vagy oda sétál valamelyik, és megkérik, hogy hallgassák le. Nem tudom. Szerintem menjünk tovább, aztán meglátjuk, mi lesz ebből. Oké. Hát ha lehet azért minket is hallani, és a hangmérnökeink egyébként szerintem le tudják húzni a háttérzajt. Még ez, amit jó. Csak az a baj, hogy így nem hallak. Laci elindult. Laci elindult, úgyhogy... De már megértek a felállt. Igen. Hát nem akármilyen segítőkkel dolgozunk. Szóval... De most összemet. Na. Szóval ugye beszéltünk Lyles-ról, Debogóról, Knightonról. Mint a legnagyobb favoritokról. Azért meg kell szerintem itt ebben a versenyszámban is említeni Hughes-t, de azért az úgy tűnt Londonban, hogy azért Londonban futottak együtt, hogy ő ott azért 100-ig, 120-ig tudta tartani a lépést Lyles-ékkal. És utána azért leszakadt, és hát talán még benne lett, mint harmadik amerikai induló valami. Aki ugye szintén egy kipróbált versenyző, tehát ő is már nagyon sokszor volt ilyen szintű döntőben, úgyhogy egyértelműen egy érett futó, egy mindent kipróbált futó, de én azt gondolom, hogy azért itt most nagyobb a konkurencia. Annál, hogy ő mondjuk érmet hoz majd el Budapestről, majd meglátjuk. Igen, hogyha valamit, bár Tynton-t azért megvertette olyan döntőben, azt ne felejtjük, de igen, én is így gondolom, hogy ő nem tűnt annyira erősnek a szezonban. Itt is van magyar induló. Váz Zoltán személyében, hát én azt gondolom, hogy pontosan ugyanazt lehet elmondani, mint ugye Boros Bencénél, hogy ez egy szuper lehetőség, fusson egy jót, fusson egy egyéni csúcsot, és élvezze minden percét. Sokkal több nem gondolom, hogy férfi sprintben sajnos most rendelkezésünkre áll. Igen, én is azt gondolom, hogy ez most egy ilyen picit lyukasabb része a magyar atlétikának. 400 méter. Férfi volt, de ez először a nőknél. Kettes hát szállás. Úgy döntött, hogy nem. Ez is jó, kösz. Rajthoz ezen a világbajnokságon némiképpen, hogy nekünk már ilyen nap, amikor Elting Múlról beszéltünk. Ziti, jó vagy? Alig izzadunk. Fú, ez jó döntés volt innen félkeresztbe kívül. Nem értünk vele, hiba volt, bevallom. Femke Boll ugye 400 gátra koncentrál, a Kopil ugye nem indulhat a világbajnokságon, mert a tesztoszteron szintje magasabb volt a megengedettnél, úgyhogy Paulino elég nagy favorit. Hát innentől kezdve jóformán kinyitották neki az ajtót. Én azt érzem, ugye ő is ott volt, mint Tokióban, mint pedig Eugene-ben, mind a kétszer jól futott, de mindig volt nála erősebb versenyző. Most viszont én azt gondolom, hogy tényleg itt a lehetőség, és meg lehet nyerni ezt a világbajnoki címet. Abszolút. Akiket meg kell még említeni? Lehet, én látok lehetőséget, egy lengyel érem. Abszolút.
Abszolút. Kacmerek azért nagyon jól mozgott ebben az esztendőben, nyert több Diamond League versenyt is, szenzációsan bírja a végét. Én még azt mondanám, hogyha valaki Paulinót veszélyezteti, az talán ő lehet. És akkor még ugye Adilekét meg kell megemlíteni, aki ugye Amerikában készül, de ír színekben versenyez. Igen. Ráadásul ugye nála pedig azt kell mindenképp elmondani, hogy egy párhuzam Julian Alfreddel, hogy ő is az NCAA, tehát az amerikai egyetemi rendszerből jön ki, tehát meglehetősen hosszú volt a szezonja. Ennek azért könnyen lehet, hogy lesz bőtje. Ha szerencsések és jó regenerálódtak, akár mentálisan, akár fizikálisan, akkor azért bőven benne van, hogy itt augusztus végén ők tudnak még egy nagyot futni. De egy kis kérdője mindenképpen van egy ilyen hosszú versenyszezon után, azoknál, akik ugye az NCAA-ből jöttek. Azt hiszem az én laptopom az megadja magát, így szépen lassan. Úgy veszem észre. Úgy. Az enyém is, de akkor engem elrosszoktatnak. Na mindegy, innentől kell... Sérül... Ja, de nekem nem olyan szép, nekem a hőség. Hát... az, ami... Ami úgyhogy... Nyomjuk séróból, mint a... Abszolút. Azért az... És elnézést kérjük innentől kezdve, hogyha valaki kimarad belőle. Hát akkor mondom gyorsan. Várjál, magyar indulókat mondjuk el gyorsan, ugye női 400 méteren is. Rapai Fanni az, aki majd ott lesz. Tényleg. Ugyanazt lehet elmondani, minden egyes sprint számban, a Bogi kivételével, bocsánat, hogyha ugye a 100 gátat hozzáteszük, akkor azért ez nem így van, mert ott azért vannak komoly esélyünk, én azt gondolom, de hogyha a 400 métert nézzük a nőknél, a férfiaknál a 100-at, 200-at, egy jó futás legyen az egy egyéni csúcs közeli futás, ami nem egyszerű egyébként egy első körben megcsinálni, de én annak drukkolok, hogy egy jó szájízzel tudják majd elhagyni a stadiont a sprintereink, úgyhogy Rapai Fanni az, aki majd képvisel minket. Férfiaknál azért nagyon más a helyzet természetesen, mert ugye egy olyan évet futunk, ahol Molnár Attila révén itt országos csúcs volt, ráadásul nem egyszer, sikerült 45 igen, tehát 45 másodpercen belüli. Hát szerintem nem túlzó az a mondat, hogy stabil formát mutat. Igen. És ez azt jelenti, hogy ott azért van keresnivaló, mert hogyha egy ilyen eredményt esetleg tud az első körben futni, akkor azzal lehet tovább menni. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon komoly motivációval vág neki ennek a világbajnokságnak, mert az ő esetében láss csodát, tehát ő itt tud csodát is csinálni, azt gondolom, amit lehet, hogy megint elődöntőbe kell mérni, de azért férfi 400-on azt már nem adnak ingyen, egy elődöntőt. Ugye Steven Gardiner az, aki itt megvillant a Gyulai Memoriálon, és nagyon-nagyon jó formában érkezik, 43-74 lett, ugye volt már világbajnok, tavalyi éve az nem volt az igazi, de úgy tűnik, hogy most, amit Székesfehérváron láttunk tőle, az egy nagyon erős eredmény, nagyon kiugró eredmény, tehát az ő esetében nem lehet azt elmondani, mint mondjuk a magyar csúcstartónknál, hogy többször futott hasonlóan jól, majd meglátjuk, és hát nagy örömömre Wout van Niekerk az, aki újra olyan formában van, ami éremre esélyes, akár aranyéremre is esélyes, és lehet, hogy ez még mindig egy másodpercre van élete leggyorsabb futásától. Mert ugye ő a világcsúcstartó, elképesztő riói futás. Utána gondolom már, aki követi az atlétikát és követ minket, mi rengetegszer beszéltünk erről a bagatell sérülésről, amit elszenvedett egy butaság igen. Miatt. A sérülés az nagyon nem volt az, de ahogyan... Ahogyan, igen, úgy értem, hogy tényleg egy butaság miatt történt az egész, de ráment. Hát 2017-ben még világbajnok volt. 5 éve durva. Úgyhogy 5. Meg hát ugye kérdés, hogy ő hogy méri, mert biztos, hogy nagyon jó lehet 44 másodpercet futni, nem tudom milyen lehet. De ő futott 43 másodpercet, és azt meg csak ő tudja, hogy milyen. Az a 43 másodperces futás, az életem egyik élménye egyébként. Hát azt nem csodálom. Az, hogy 150-nel a vége előtt, ugye azt kint futott a 8-as pályán, vagy most nem is 9-esen ugye, mert hogy, tehát, hogy, de valami 150-nel a vége előtt látszott, úristen, ez az ember világcsúcsot fog futni, és ezt 400 méteren nagyon ritkán érzed, hogy abból milyen futás lesz, de ott valahogy kicsit ott úgy is ültünk, ott volt a kamentátorálás Rióban, hogy eléggé eltolva a 100-as rajt felé, és valami tényleg egy ilyen döbbenetes flash volt.
az egész is. Hát az, körülbelül olyan lehetett, mint Warholmnak Tokióban, nem? Igen. Csak ott nem voltunk ott. Igen, igen. Az azért az más élmény. Na, menjünk tovább a gátakra, nem? Menjünk tovább a gátakra. Még annyit akartam mondani, hogy ugye Molnár Attilával kapcsolatban szerintem, hogy ott azért azt a 44-98-et azt úgy értelmezzük, hogy ugye javított másfél másodpercet mondjuk durván az egyéni csúcsán, de hogy innen esetlegesen egy döntő, szerintem az 2-3 tizedre van. És kérdés, hogy dobálózhatunk-e ilyen nagy számmal? Ezt sose lehet tudni, de azért az elmúlt években egyébként az érdekes, hogy nagyon sok olyan világcsúcs született, ahol nagyon nagy számokkal dobálóztunk, női 400 gát, férfi 400 gát, azért, hogyha mondjuk visszaugrunk Rióig, azért ez nem most volt, azért ez a imént említett 400 méter is mekkora formajavulás volt, tehát, és pont egy magyar atlétának egy ilyen szituáció, lehet, hogy ezt lehet tizedben mérni 400-on, hogy a magyar közönség előtt, hazai pályán, akkor érzelmi pluszt adhat, hogy mondjuk kijön egy-két tized, és akkor abszolút benne van a pakliban a továbbjutás reménye. Én is azt gondolom, hogy én ezt nem zárnám ki, azt, hogy teljesen valószínűleg mondottam, hogy látok egy magyar futót a 400-as döntőben. Elvileg egyáltalán ugye futódöntő, síkfutódöntő különösen. Hát futódöntő. Szerintem a következő versenyszámban elképzelhető a magyar futó döntő, mert azt hiszem, hogy a legerősebb versenyszámunk, hogyha a mélységet nézzük, akkor az a női 100 gát. Ahol ugye ott lesz Kerekes Gréta, ott lesz Kozák Luca és ott lesz Tóth Anna, három kiváló atléta. Kozák Luca révén ugye van egy olyan versenyzőnk, aki bizonyított világversenyen, aki országos csúcsformában van szerintem, és hogyha ezt az országos csúcsot megfutja, akkor például én ott nem tartom elképzelhetetlennek a világbajnoki döntőt, különösen egy olyan versenyszámban, ahol azért az akadályok azok eléggé szemmel láthatóak, tehát ott az a gátvétel mindig okoz problémát, és minden egyes évben van olyan kieső, aki mondjuk nagy név, és mondjuk nem azért vered meg, mert előbb értél a cél, illetve azért, de azért, mert ő hibázik. Tehát ugye itt megvan ez a lehetőség is, hát ugye megvan a magyaroknak is a lehetőség, hogy elakad majd az ő lábuk, reméljük, hogy nem így lesz, de ez egy nagyon nagy szansz szerintem Lucának mindenképpen, és meglátjuk, hogy a másik két lányból mit hoz ki majd. Azt szerintem az is benne van, hogy mind a hárman tovább jutnak az abszolút. Tehát szerintem az abszolút benne van. És ez egy óriási nagy siker lenne, azt hiszem, három magyart látni az elődöntőben. Ami ugye érdekes kérdés itt, hogy ugye a tavaly világcsúcsa a győztes nigériai Emuzam esete, akit ugye háromszor nem találtak ott, ahol kellett volna, és ez ugye dopingvédségnek számít. Kihangsúlyozta a Nemzetközi Szövetség, hogy nem tisztázta még magát Emuzam a vádak alól. Tehát lehet, hogy futhat, ez el fog dőlni a VB-ig, de szerintem azt mindenképpen megpróbálják majd elkerülni, hogy Emuzam fut, és aztán mondják azt, hogy eltiltják és visszaveszik az érmét. Tehát itt van Budapest, az nagyon kellemetlen lenne, mert ugye az például ugye Luca döntőjét is befolyásolhatná adott esetben, hogyha a kilencedik nem futott a döntőbe, és aztán kiderül... Mert aztán 9 pálya van, nem? 9 pálya van. Lehet, hogy 9-es döntőt rendeznek. Hát én azt gondolom, hogy talán ezt a kérdést el kéne dönteni a VB előtt. Tehát, hogy azért most már ez egy jó másfél hónapos történet, ez szerintem fontos feladata a Nemzetközi Szövetségnek, hogy rendben van, hogy lehetőséget adunk arra, hogy ő megvédje magát, és ahogy Gabi Tomásznak sikerült ugye ezekkel a vádak alól tisztáznia magát tavaly, úgy megtegye ezt Emuzam is, de az dőljön el a VB-ig, és jó, úgy álljon ott, hogy vagy akkor teljes joggal versenyez, és megvédheti a világbajnoki címét, vagy nem fut, de az, hogy esetleg megvédi a világbajnoki címét, és két hét múlva kitaláljuk, hogy nincs, ez biztos, hogy ez egy nonsens lenne, úgyhogy szerintem ez egyértelmű nekem, hogy ezt a Nemzetközi Szövetség el akarja kerülni. Hát, és el is hogy kell, elfogja, tehát, hogy... azt nem tudom azért, ebben nem vagyok biztos. Na, majd meglátjuk. Tobi Emuzam egyébként nincs rossz formában, tavaly se lehetett azt érezni, hogy egyszer csak egy 12.06 áll majd az órán, ugye majd meglátjuk, hogy mi lesz, de ugye ott van Jasmine Camacho Quinn, az olimpiai bajnok, aki talán a legjobb és legstabilabb állapotot mutatja veretlen idén, ami azért igaz volt egyébként az olimpiai évére is, amikor nyert, úgyhogy ő szerintem mindenképpen érdekes, és hát amerikai versenyző mindig van, azért a 100 gát az kiemelkedő náluk, és itt van Niali, másodvirágzását éri a korábbi
világbajnok, itt van Kendra Harrison, a korábbi világcsúcs tartó, félelmetesen jó mezőny van Százgáton. Igen, itt azt, amit beszéltük már talán Zitivel az egyik podcastban, hogy tök jól kitalálták ezt a Magyar Szövetségben, hogy a női gátat fejlesztük, csak nem mi voltunk az egyetlenek. Igen. Nem jókor. Nagyon-nagyon erős lett a női százgát szerintem, nemzetközi viszonylatban. És hát a férfi 110 gát is erős, de azért nem olyan mértékben, mint a női 100 gát szerintem. Van magyar indulónk. Ott van Grant Holloway, aki azért az elmúlt időszaknak tényleg, tehát ha csak ránéz az ember Grant Holloway-re, akkor azt mondja, hogy na jó, megalkották a tökéletes atlétát, nem? Tehát nekem mindig olyan érzésem van, hogy egyszerűen, tehát hogy bármilyen verzió, most nem a dobószámokról beszélek, de hát, hogy a tökéletes testfelépítést hozza, és hát ennek megfelelően félelmetesen jó gátfutó. Nincsenek annyira-annyira erős eredmények idén, éppen hogy bementek 13 másodperc alá páran, 1-2 századra van az élmezőny, és éppen ezért váratunk egy nagyon izgalmas versenyt. Az a Rashid Broadbell, aki megnyerte a jamaikai válogatót, és ő érkezik egyébként a leggyorsabb időeredménnyel, 12.94-jel. Talán egy kicsit, nem azt mondom, hogy fű alatt érkezik, de hogy semmiképpen sem őt favorizálják, hanem inkább Grant Holloway-t. És ez szerintem például a jamaikai párosnak segíthet, mert emlékezzünk vissza Tokióra, amikor Hensley Parchment úgy nyert, hogy bárki tippelt volna rá szerinted? Hát senki nem tippelt volna, hogy szerintem Holloway ellen. Igen. De ugye Holloway, úgy mondtad, én is abszolút egyetértek vele, hogy tényleg így felépítésre, mint a tökéletes atléta, már-már túl jó a gátra, tehát ugye abból van az összes problémája, hogy egyszerűen a végén már nem tudja befűzni magát a gátak közé, és így ezért vesztett az olimpián is. Mondjuk azért ez egy érdekes kérdés egyébként, hogy ugyanolyan gáttávolság van 2023-ban, amikor egy ilyen szuperatléta fut rajta, a legújabb hiper-szuper mondóborításon, mint 100 éves alakon. Csak benyugodtan, én már elengedtem Ziti a laptopot. De a lényeg az, hogy igen, tehát lehet, hogy mondjuk egy kicsit azért... Nem csukom be, mert akkor úgy leizzadtam, hogy Isten mencs. Akkor kapcsolt ki! Tehát, hogy én tartom, mert itt így lesz. Visszatérve az a kritikára. Jó, akkor engedjük el ezt a kérdéskört. Magyar versenyző van. Egyébként Szeles Bálint révén nem képvisel olyan erőt Szeles Bálint, mint mondjuk Bai Balázs, vagy éppen Kis Dániel képvisel korábban. Úgyhogy neki is egy élményfutás lesz ebből. Várhatóan, amiből lehet egyébként egy jó futás. Sajnos Szűcs Valdó ugye nem tudott harcra szállni igazából. A világbajnoki részvételért nem is tudom, hogy talán volt futása Valdónak. Ugye ebben az évben végül... A télen is szenvedett sérüléssel, aztán az nem nagyon jött rendbe. Nem jött, egyáltalán nem jött rendbe, beszéltem vele valamikor ott régiben. Mondta, hogy nem jött rendbe, és folyamatosan tudott. Azzal a sérüléssel bajlódott egészen végig. Úgyhogy ez azért sajnálatos ilyen szempontból. Na, ennyik akkor 400 gátakra szerintem. 400 gát? Hát ugye 400 gát, hogyha a nőkkel kezdünk, nem lehetett tudni talán nyár közepéig, vagy talán nyár közepe az a helyes időpont, hogy mi lesz a helyzet a világcsúcstartóval, Sydney McLaughlinnal, most már tudjuk. Olyannyira, hogy sajnos, és ez én azt gondolom, hogy nagy élménytől fosztott meg minket a sors, sajnos 400-on sem indul, pedig azért sokat adtam volna, hogy őt élőbe lássam, egyébként több szempontból is, de itt most az atlétikára koncentrálva, de nem lesz ott, és éppen ezért nem lesz összecsapás Femke Bollal, legalábbis ő nem lesz ott a döntőben. Femke Boll így... Olyan favorit, mint Krauser, vagy Duplantis? Igen, szerintem abszolút favorit. És azért nagyon komoly fejlődésen megy keresztül, tehát ki tudja, hogy ez a fejlődés majd hol fog csúcsosodni. Reméljük, hogy egyrészt most éppen itt, de közelíteni fog azért ő majd a világcsúcshoz, szerintem ahogy megyünk előre az években, mert töretlen tényleg, amit látunk tőle. A magyar versenyző van, Molnár Janka személyében. Egy kör szerintem benne van. Egyet lehet menni, és ráadásul ő ugye majd a váltóban is érdekelt lesz. Így van. Férfi 400 gát pedig jó lesz egyébként. Carson Warholm megint nagy formát mutat.
Tehát azt nehéz elképzelni, hogy olyan formát, mint amikor Tokióban leesett mindenkinek az álla, szerintem. A tiédet láttam egy méterről, tehát az enyém leesett, az tuti. Mert azért erre az űridőre nem számítottam. Most 46-51-nél jár egyébként, hogyha a szezonját nézzük, amit egy Gyémánt Liga versenyen futott. Ilyen gyorsan Gyémánt Liga versenyen sose futott. Azért ő rá is jellemző az, hogy a nagy versenyre tartogatja az igazi jó formát. Ebből kiindulva várhatunk egy nagyon-nagyon erős időeredményt, és azért nincsenek annyira rossz formában a többiek. Nincsenek, még várom rá egy gondolat erejéig, és Ziti, amit mondott az elején, az zakatol a fejembe, Jacobsra, amit mondta, hogy a kamera hogyan befolyásolja. Igen, és most egyébként amióta ezt mondtad, és ezen gondolkodom, hogy én Valhomat most láttam életemben először élőben. És őt is egy kicsit muszkulárisabbnak gondoltam annál, mint amilyen valójában. És Valhomról tudjuk, hogy jó formában van. Tehát amit Jacobsról nem tudunk, vagy valószínűsítjük, hogy nem, és Valhom is vékonynak tűnt. Olyan szóval ahhoz képest, ahogy amikor alulról fotózzák, tudod, és ott ugrál föl a rajtnál, üti a combját, meg minden. Így nekem nem kell alulról fotózni, bárhogy lehet, csak fém mutatnak. Sokkal vastagabb vagy. Sokkal vastagabb vagy kamera. Aha. Nagyjából nem ismertem meg magamat, volt olyan időszak, amikor ki az ilyen. De ilyen szinten. És jó, mondjuk akkor nem voltam éppen a vékonyabb kategóriában, de tudom én 3-4-5 kiló volt rajtam, és azt hiszem van 10. Tehát, hogy tényleg lehet, hogy akkor Jacobszal is ennyire mellé lövök, de a Valhomnál is ez, amit mondtál, ezt érzem tegnaphoz képest. Csak ugye ott nem merül föl, mert hát tényleg, amiket Geri mondott, az abszolút áll, hogy Valhom azért bizonyította, hogy jó formában van idén. Viszont azért nem tenném rám mindenemet. Én is, nekem is ez az érzésem. Biztos vagyok benne, hogy nagyon erős időeredmény fog születni. De azért Ray Benjamin és ugye Dos Santos az nagyon nagy kérdés, mert én úgy futottam neki ennek a szezonnak, hogy őt nem fogjuk látni. Igen, hát arról is volt szó. Csak erről volt szó minden egyes esetben, hogyha a brazilról beszéltek. Megérkezett. Jó, hogyha ezt a 47-66-ot nézzük, azért ez egy másodperc a Valhom idei legjobbjához képest, és azért az tényleg nagy csoda lenne, hogyha ha ütőképes formát mutatna. De Ray Benjamin nekem nagyon-nagyon tetszett az amerikai bajnokságon. Ő sem, viszont nem teljesen egészséges, nagyon keveset tud a hírek szerint gátra készülni. Gát edzései nincsenek nagyon, hanem inkább csak futóedzések. De hát azért gátazott már eleget. Meg úgy emlékezett. Gondolom, igen. Azért Ray Benjamin, ha már itt Grant Hallowayn felmerült, hogy milyen atléta, tehát ő egy 20 másodpercen belül 200-as, és ha jól tudom, 10.03-as egyéni csúcsa van százon, tehát csak gondolj bele, egy félmetes, és akkor ennek megfelelően 400 gátazik. Hát sebességből megoldja. Úgyhogy jó futás ez lesz. Jó csata lesz. Igen. És tegnap, amikor azt mondtam, hogy az El Bakkali Lemecse Gírba lesz a legnagyobb párharc, akkor erről megfelelkeztem, mert én ezt a Benjamin Valhomot is komoly párharcnak érzem a VB-n. Dos Santos meglepetés volna, ha az előzmények után azért beleszólna, de nem lefutott. Magyar futó Bánóczi Árpád. Én azt gondolom, hogy lesz egy jó futás, és azért ennél többet nem hiszem, hogy ki lehet ebből hozni. Ez a realitás, ez ilyen egyszerű. És akkor maradtak a váltók. Ahol ugye lesznek magyar csapatok, ad egy. És ugye utána úgy lehet csoportosítani, hogy a női váltók ugye nagyon-nagyon közel lettek volna az induláshoz akkor is, hogyha nem itt van a VB. Sőt, ugye azt hiszem egy-egy visszalépés mind a két 400-an, 400-an van, tehát hogy az első nem induló váltó lett volna, ha nem itt van, de itt van. Úgyhogy igazából az a pek tulajdonképpen szerintem, hogy így valószínűleg az egyes pályán futnak majd. Igen, tehát abszolút mértékben ez a kérdés, mert ugye, hogyha a női 400-at nézzük, világcsúcsot ott még nem tartunk, de országos csúcsot futottak idén. Méghozzá egy elég poros országos csúcsot sikerült megdönteni. Nagyon fiatal gárda, én szerintem óriási szansz az, hogy nem négy emberről beszélünk, hanem egy 6-8 futó is odaérhet.
Úgyhogy hosszú távon lehet velük tervezni. Annyira régi volt a csúcs, hogy amikor megdőlt, akkor meg kellett néznem, hogy anyukám benne volt a csúcstartó váltóban, vagy az övékét már megdöntötték, de már megdöntötték egyszer. Úgyhogy nem volt benne csak, de tényleg azért nem egy fiatal rekord volt. Nem. Mint ahogy ugye Bogi 200-as csúcsa is. Igen. Egy nagyon-nagyon rég, második legrégebbi csúcs volt. Úgyhogy ha szerencséjük lesz esetleg pályával, még ott, ha nem, én azt gondolom, hogy akkor is benne van az országos csúcs, mert az országos csúcsban, amikor azt lefutották, abban még bőven volt. Tegyük hozzá a formajavulást, tegyük hozzá a hazai pálya előnyét, mert egy váltóban, egy osztott felelősséggel szerintem még inkább kijöhet az, hogy euforikus állapotba kerül az ember. Úgyhogy én ott bízok egy nagyon nagy futásban. Én megmondom őszintén. Tehát, hogyha ha egy dolog lehet, amit kérhetek, akkor azt, hogy hát igen, ott azért ugye láttunk már olyat, hogy két-három váltó sem vitte végig a botot. Tehát ez nem olyan, hogy most abban bízunk, hogy kiugranak, vagy hogy gyomorrontásuk lesz, vagy valami, hanem ez egy olyan, hogy ott tényleg azért ugye német, meg japán váltók, azok mindig nagyon-nagyon jó példa, hogy hova lehet eljutni. Lengyelek nem olyan nagyon erős futókkal, de iszonyatosan pontos, precíz váltásokkal. Igen, még az olaszokat is ide soroltuk, csak aztán megérkezett Jacobs, és most már teljesen máshova kell sorolni őket. Ami pedig a nemzetközi mezőnyt illeti, hát szerintem egyszerű. A nőknél Jamaica, a férfiaknál inkább az Egyesült Államok. Most a favorit. Mármint a 4x100. 4x100-on, így van. 4x400-on pedig, hát, hogyha nem a mixváltót nézzük, mert ott azért más a helyzet, ott azért talán más nemzetek is odaérhetnek, mert két-két emberük van más nemzetnek is ütőképes, és olyan, aki versenyre kerhet az Egyesült Államokkal, de ha a női és a férfi külön-külön lefuttandó 4x4-et nézzük, akkor szerintem ott az Egyesült Államok az top favorit. Igen, ugye tegnap már emlegetett Athletics Weeklyn, ott úgy néz ki a 4x100-nak, hogy férfiaknál USA, Nagy-Britannia, Japán. Gondolj bele, nincs Jamaica ott az Athletics Weekly tipjei között a dobogon. Igen, de ott azért tudni kell, hogy azóta viszont a brit váltóval gondok vannak. Mert Darren Campbell, aki a váltó edző, és aki egykoron ugye pont a budapesti EB-n, te meg is nyert a 200-at? Meg is nyert. Vagy nyert. A 100-at. Ő nyerte meg a 98-as EB-t. 98-as EB-t, és utána volt egyébként világbajnok, itt az olimpiai dobogós is 200-on, ő volt a váltó edző, összeveszett a kvázi szövetségi kapitány alatt, ugye másként hívják a pozíciókat, és Prescott pedig visszamondta vissza a futást a váltóban. Tehát a brit váltó azért így most nem biztos, hogy a legegységesebb lesz. És ugye Prescott esetében beszélünk talán a másik olyan futóról, aki 10 másodperc alá mehet. És igen, azért azért még a britteknél is komoly érveszteség. Bizony. És ugye ott az Athletics Weekly még Japánt mondja, akik ugye azután, hogy tavaly Eugene-ben nem vitték végig a botot, először három világversenyen dobósok voltak zsinórban. Ők nagyon stabilak, Kanadát sem szabad azért elfelejteni szerintem. Hát igen. Úgyhogy ha kivesszük az amerikai váltót, akkor óriási meccs majd a többiekért, de hát nem biztos, hogy ki kell venni az amerikai váltót, mert a váltás, tehát ott a botsebesség számít, és annak a három váltásnak jónak kell lennie. 4x400 pont azért, mert ott azért kevésbé hangsúlyos a váltás. Ott az amerikai váltók győzelme az általában azért simább. Volt néhány alkalom, ugye kikaptak vagy Bahamától, mint a londoni olimpián, vagy kikaptak egyszer Trinidad és Tobagótól világbajnokságon, de azért általában az férfi váltót elviszik, meg a nőit is. Itt azért nem nagyon vannak kérdések. A holland váltó a nőknél lesz még szerintem érdekes, Femke Bollal, aki lehet, hogy egyébként annak ellenére, hogy nem fog futni egyéni 400-et, ennek a világbajnokságnak a leggyorsabb egykörös futója női. Léptékkel mérve. Meg hát tudod, mi lehet érdekes, ugye a mix váltó azzal, hogy két férfi, két nő, azért egy kicsit kiveszik az amerikai mélységnek az erejét, mert más nemzetek is talán ki tudnak állni, és ott a hollandok megint jó példa, én azt hiszem, de ugye a Dominikai Köztársaság szintén odaérhet, hogy az egy izgalmasabb verseny lesz. Most ugye nincs meg az a alkotói szabadság a váltóedzőknek, hogy össze-vissza rakja az embereket. Ha jól tudom,
Igen, már nincsen. De férfi-nő, vagy nő-férfi-nő, férfi, de a lényeg az, hogy tehát, ilyen... nő ellen futnak férfiak ellen. Így van, ez a lényeg. Tehát fix beosztás van, és úgyhogy ilyen nagyon látványos dolgot nem látunk, mint ha jól emlékszem, Dohában volt ez, amikor Michael Cherry behozta az egyik lengyelt, Szvietit, ugye? Ez az is egy olyan dolog, amit azért nehéz elfelejteni. De a lengyelek viszont... Én az életét féltettem szegény lengyelnek. Meglepték. Szerintem az nagy részt ebben a szabályváltozásban. Az az egy pillanat. Másnak is feltűnt. De a vonat ment volna el mellette szegénynek. Igen, ráadásul ugye Szvieti nem is ez az apróbb 400-asok közé tartozik. Michael Cherry-re ez nem mondható el. Semmiképpen. Azt még mondjuk el azért, hogy amit talán egy kicsit fű alatt történt, hogy ugye a magyar női 4x400-as váltó, tényleg ők is majd, hogy nem alagi nyugon kvalifikáltak, tehát az induló váltók közül ők a 17-ek, ami nem azt mondom, mert itt azért nekik nincsen esélyük, mint a 4x100-asoknak a döntőre, de ettől még azért egy jót futhatnak. És ugye tényleg a váltóindulások azért fontos, mert ugye szoktuk ezt a 63 vagy 62 végén, hogy hány magyar indul, és nem tudom hirtelen, 63 azt hiszem. Ugye a váltóba 6 embert nevezhetsz. Mondjuk persze a lányoknál benne van ugye Kéri Bianca 800 méterről, és ugye Molnár Janka is benne van, tehát ez nem plusz 6 ember feltétlen, meg ugye a férfi 4x100-as, 4x400-as váltó is. De azért ez azért tud egy tömeget jelenteni a magyar csapatban, az, hogy váltóink is indulhatnak. Körbeértünk? Körbe. Gyorsan mondjuk el, hogy nagyjából azok a terveink, hogy ilyen podcastek nem is ilyen hosszúságban, mert erre nyilván nem leszünk képesek a közvetítések mellett, de azért láthattok majd apró beharangozókat, ilyen negyed óra, 20 perces magasságban minden délutáni program előtt, és igyekszünk elemzésekkel is jelentkezni majd, amit általában föl fogunk venni valószínűleg az esti program után, de szerintem normális ember ezt majd reggel nézi meg általában, mert az esti programok azért 10 környékén érnek véget, utána nekünk még azért egy fél óra van arra, hogy ugye az adás véget ér. Lehet, hogyha valaki végignézte, akkor azért nem biztos, hogy fél 11-kor mondjuk. Föl tud pörögni, még fölpörög. Igen, tehát hogy az még lehet, hogy így pont kifutja, hogy fél 11-kor, amikor mi is oda jutunk talán már, akkor meghallgat, mert akkor lehet egy kicsit interaktív. Az Atlétika TV-n is iszonyatosan sok tartalommal jelentkezünk, úgyhogy ugye mindenképpen érdemes velünk tartani, és hát a legfőbb nyilvánvalóan az maga az élő közvetítés lesz. De ne felejtsétek el, hogy az eurosport.hu-n és az applikációinkon viszont az összes ügyességi szám feedje is megtalálható, vagy hogyha meg akarjuk fordítani, a futófeedek is, tehát hogyha valaki 10.000 métert végig akar nézni egészében, anélkül, hogy valaki megszakítaná mondjuk egy távolugrással, mert itt érdekel az ugye... Se. Amúgy... Az is megtehet. Köszönjünk el, nem? Köszönjünk el, és akkor holnaptól meg vágjunk bele. Sziasztok!